hagyományteremtő jelleggel indított el a Nyíregyházi Sportcentrum évzáró rendezvényét. Igazán szép évet zárnak a sportolóik, hiszen az országos döntőkben, versenyeken elért dobogós eredmények erről tanúskodnak. Megajándékozták a sportolókat és szakmailag is értékelték a 2016-2017-es idényt az évzárón, ahol több mint 1000 sportoló foglalt helyet a küzdőtéren. De sokan nem tudtak részt venni az eseményen, mert a rendezvény idején is versenyen voltak. Az elmúlt évben az alaptevékenységünket nézzük, az utánpótlás képzést, akkor elképesztő eredményeket értünk el. Megnyertük a legmagasabb korosztályban kosárlabdában az országos bajnokságot, megnyertük kézilabdában az országos junior bajnokságot, döntőt játszottunk a női röplabda junior bajnokságon, megnyertük felnőtt korosztályban az atlétikai országos bajnokságot, és már úszásban is egy szisztematikus munka után ott vagyunk a felnőtt bajnokságon, a dobogón. A Nyíregyházi Sportcentrum az elmúlt hetekben elkészítette első image filmjét, melyben minden szakágát és tevékenységi körét bemutatja. Az ünnepségen összesen 236 érmet adtak át a sportolóknak, 77 bronz, 82 ezüst és 77 aranyat. A versenysportban elért eredmények mögött ott van a sportolók családjainak odaadása is, ahogyan támogatják, segítik gyermekeiket, emelte ki Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár. Elsődleges az, hogy a szülői háttér támogassa a gyermeket abban, hogy aktívan sportoljon. Én amikor gyermekeim születtek, én kitűztem magam elé, hogy 6 éves kortól 18 éves korig minden gyermek naponta sportoljon, akár egy órát, akár többet, de muszáj, hogy fizikailag aktív legyen. Sokkal jobb nekik az oktatás szempontjából, akár a mindennapos tevékenységekben, ugye céltudatosságra neveli őket. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere azt hangsúlyozta, rendkívül büszke a város sport életére, a fiatalokra. Az önkormányzat sokat dolgozik azon, hogy a városban, az iskolákban minden feltétel adott legyen a gyerekek számára a napi sportolási lehetőségekhez, mondta. Az önkormányzat is ezért fejleszti, támogatja a sportot az utóbbi években. Talán most már lehet mondani, hogy látványosan, hiszen megvannak az eredmények, az infrastruktúrától az ösztöndíjakig, és hát itt van egy ilyen sportcsarnokunk, ami szintén kell ahhoz, hogy ilyen programokat szervezzünk, és valóban ők egy példaértékű dolgot csinálnak, a célunk az, hogy minél több gyerek sportolja. A sikeres sportolóvá váláshoz három fontos dologra van szükség, tehetségre, kitartásra és alázatra.